1301-től, tehát sőt egy kicsit később, Károly Róbert óta a Magyar Szent Koronát nem Alba Régia nevezetű helyen őrizték, ami nem azonos Székesfehérvárral. Miért? Alba Régia nem azt jelenti, hogy Székesfehérvár. De nem is azt jelenti, hogy Gyulafehérvár, nem is azt jelenti, hogy Nándorfehérvár, nem is azt jelenti, hogy Tengerfehérvár, azt jelenti, nem is azt jelenti, hogy Fehérvár. Alba Régia, királyi fehér. Ezt jelenti. Tehát, na, de rövid tömörséggel. A Szent Koronát Visegrádon őrzik. Hivatalosan, Szent Istvántól kezdve, gyakorlatilag mind a mai napig. Ki az, aki jogérvényesen egyházi vezetőként magyar királyt koronázhat? Az esztergomi érsek. Ha vele gond van, nincs betöltve az érseki szék, vagy beteg, vagy meghalt, bármi lehet. Hivatalosan egyetlen egy főpap helyettesítheti a kalocsai érsek, mert különben nem teljesen jogszerű a koronázás. Na most, ha a Dunakanyar nyugati kapujában van a koronázó érsek, keleti kapujában van a Szent Korona, akkor uram, bocsán, nem kellene feltenni azt a kérdést, hogy hol van a koronázó hely? Mert élek a gyanúperrel, amit egyszerűen nem tudom, hogy mit nem lehet megérteni abban, hogy a mai Esztergomból, mai Visegrádról ma sem megy közvetlen országút a mai Székesfehérvárra. Hát ha itt 500 éven keresztül innen oda vitték volna a Szent Koronát, innen oda megy naponta az esztergomi érsek, ezt tudjuk, milyen kiépített, jól védhető, biztonságos útvonalhálózatnak kellett volna itt lenni. Megerősítő helyek, pihenőhelyek, miért? Akit koronáznak a Szent Koronával, az a király. S ráadásul a Szent Korona nem olyan koronatípus, hogy szereti azt, hogy állandóan mozgatják, és hozzák, és viszik. Hát 19 figurális zománc kép van, plusz 4 azsúr zománc, ami azt jelenti, ez a pártázat zománcaira gondoljunk, hogy mögötte nincsen aranylap, tehát ez mit jelent? Nem tartja meg semmi, csak a hajszál vékony aranyhuzal. Ez a legsérülékenyebb. 1000 éves nagyságrendben nem is maradt meg azsúr zománc emlék a középkorból. Egyedül a Magyar Szent Korona. És a pártázat a helyén van. Akkor kérdés, ez a könnyen látható, számtalan sérülés, ez akkor honnan ered? Tudom, hogy mindig megmagyarázzák, de ezeknek a koronán látható keresztpántok törése, mindent lehető, persze ráültek, csecsemőtek, berogyott, jó tudjuk, mert mindig vannak a szövegek. Na de az azsúr zománc. Tehát bármilyen erőbehatásra, fizikai erőhatásra az első, az a legtörékenyebb. Az teljesen épp. Tehát mit jelent? A többi az valószínűleg nem mindegyik, ezt el is ismerem, tehát ez vitathatatlan. 1000 év alatt tényleg véletlenek is lehetnek. De a legtöbb tudatos rongáló beavatkozás eredménye. De ezt tegyük zárójelbe. Mert nyilván most nem ez a témánk, és nyilván ilyenkor azért jobban körül kellene járni a témát, de ezt csak azért jeleztem, hogy érzékeljük, rendkívül érzékeny koronáról van szó. Hát a zománc olyan, mint az üveg. Papír vékony vastagságú a keresztpánt. Az abroncs ezüsttel van ötvözve ugyan, mert ott fogják meg, tehát a tartószerepe az nyilván az nagyobb lesz, de tulajdonképpen hát a következő már a pártázat, ami magából a abroncsból van kiragozva. Tehát rendkívül sérülékeny. Tehát ilyet egy nép nem fog megcsinálni csak azért, hogy egy mai történész vagy hivatalos politika, ami nagyon szeretné, hogy a mai Székesfehérvár az Fehérvár legyen, hogy az ő kedvükért 500 éven keresztül ezt megkockáztatják. Erre szokták mondani, hogy ez nemzetbiztonsági szempontból sem túlságosan jól kihozható ügy. Na de hangsúlyozom, ez egy feltevés. Tehát nyilvánvaló módon itt most nem bizonyítunk, kérdéseket teszünk fel.
Viszont a kérdésekre hát várok olyan választot, ami nem azért van, hogy lehet ilyet mondani, hanem tényleg akkor próbáljuk meg logikusan végülvenni. Mai Esztergomból, mai Visegre, hol nincsenek meg ezek a régi utak? Hát a Szent Korona, ha történetesen eljut Gyöngyösre, későbbi idő, hát Márvány tábla hirdeti, hogy ott járt a Szent Korona. Hát most képzeljük el, fél ezer éven keresztül a fél Dunántúl és a Dunakanyar között Szent Koronát ide-oda viszik. Tudjuk, hogy itt milyen hagyománynak kellene, helyi hagyománynak, még akkor is, ha török járt a vidék. Hát itt ezerféle ős emléknek kellene állandóan előjönni. Meg a koronázási meneteknek. Hogy ment Budáról oda? Hogy ment Esztergomból oda? Hogy ment Visegrádról oda? Hát nézzük meg Visegrád. Milyen úton? Hogy? Nekem van egy ötletem, vigyék le Abonyig mondjuk, vagy Adonyig hajón, és akkor onnan egy kicsit, de nincsenek ilyen leírások. És azért ez túl nagy után. Olyan leírás viszont van, hogy Ú László részt vesz Fehérváron, ő második Lajos apja, 2 éves korában megkoronáztatja az apa a fiát, második Lajos, Bakosz Tamás esztergomi érsek fog koronázni. És mi történik? Még aznap, mivel már öreg, erőtlen, ott valami nagy betegség rágta egyébként Ú Lászlót, mert viharos gyorsasággal egyszer csak úgy elindulnak az öregedési folyamatok. Visszamegy Fehérvárról délután Budára. Na most mai Székesfehérvárról. És akkor figyeljünk oda, mert akkor most már belevágunk a tények hozta menetbe. Veresdé Csaba és egy másik történész írtak egy könyvet, 90-es években jelent meg, Székesfehérvár története, ha jól emlékszem, Zrínyi kiadónál. És ott a 72. oldalon olvasható a következő. A szerző páros írja. Habsburg katonai szakmunkák állandóan hangsúlyozzák. Tehát ez mit jelent? Egyébként Siklósi Gyula volt a másik. Ő már elhunyt. És egyszer Székesfehérváron, egy Fehérvár, ha most az emlékek jönnek elő, Sarlós Boldogasszony napján, végigült egy ilyen előadást, és a végén jelentkezett felszólalásra. Most azért lehet érzékelni, hogy hirtelen csönd támadt a terembe, hogy itt most mi lesz. Hát Fehérvárról volt szó, hogy hol lehetett, hol nem lehetett. És ő nagyon az a régész volt, aki a mai Székesfehérvárban gondolkodott. És felállt és a következőket mondta, de akkor már nagyon beteg volt. Hogy ő László Gyulától azt tanulta, hogy ha valamiben nem értünk egyet, akkor üljünk be valahova, ígyunk meg egy pohár bort, vacsorázzunk és beszéljük meg. Na most megmondom őszintén, hogy ez igen. Ezt így kellene. Na, ő sem mindig ilyen volt, mert én ismerem a, ma úgy mondanánk, kommentjeit, de akkor még ilyen nem volt, tehát válaszait sokkal harciasabb és elutasítóbb volt, de tényleg ez az alapvető dolog. Hogy nem arról van szó, hogy mindenki elvetemült, aki ezt mondja, vagy azt mondja, hanem keresünk valamit, mert valami nincs rendben. Hát érezni lehet, hogy van 10 adat, amire azt mondom, hogy a mai Székesfehérvár, és egyszer csak jön egy olyan, ami nem az. Aztán jön még egy, ami nem az. És akkor vannak olyan metszetek, gondolom, ismerjük, hát ez szokott lenni a fő, hogy úgy mondjam, nagy hallgatásos metszetek egyikének, de az ő könyvükben is szerepel. Ez a Il vero disegno della città in alba regia in Ungaria, tehát ez egy olasz hadmérnök, ennek a rajza, ez a török háborúk idején az igazi, valódi Fehérvár Magyarországon, Alba Régia. És van egy folyó. A folyó egyik partján hegyek, másik partján hegyek, és lehet látni, hogy a folyam az egy szűkületbe megy be. Ott egy kicsit kiterebélyesedik, egyetlen egy kapuja van annak a vízivárnak,
egyetlen egy kapuja, ez a budai kapu. Egyébként Esztergomnak is van, volt a budai kapu, de egyetlen egy kapuja van. És Danubio Fiume Circondala Citta, tehát a Duna folyó, most megint elnézést kérek, a körül folyja, tehát a Duna folyó, Danubio Fiume, tehát Duna folyó, nincs téve, nem sárvíz, Duna folyó, és Alba Regia, és szűkületbe megy be a Duna, hegyek ezen az oldalon, hegyek azon az oldalon, és felirat Il Vero, az igazi, a valódi. Miért? Mert Bonfini is leírja, Bonfini Mátyás király idején, hogy a földrajzi nevek Magyarországon mikre képesek. Azt mondja, szegény Bonfini nem is tudja, hogy milyen lényeges dologról beszél akkor, Magyarországon nagyon sok helyet Fehérvárnak neveznek. És ez számtalan félreértésre ad okot. Hát legalább ide el kellene jutni. Hát Kesziből hány van? Hát attól függ, hogy Dunakeszi vagy Tiszakeszi. Vagy Bátor az a Keszi, vagy Buda az a Keszi. Hát, vagy Gyula az a Keszi. Hát ez, hogy érthető legyen, Esztergomnak, Pestnek megyünk le Nándorfehérvár, Belgrád felé, átlépünk a határ, ott van Pest. Buda például. Elmegyünk a Tihanyi félszigetre, ahol a Tihanyi apátság van, kicsit odébb, nem tudom, hogy most mi a helyzet, de mert nagyon régen nem jártam ott, de a ottani helyi térképeken ott van egy Attila vár, feltüntetve. Attila vár, tehát itt van gyakorlatilag a első András által alapított, tehát ezerszer átépített is, nyilván most ne a barokkori templomépítményből induljunk ki, és oda egy, nem azt mondom, hogy 10 perc séta, ez olyan, mint átmegyek az utca másik oldalára, és Attila várnak hívják. Na most kimegyek az országútra, és hova jutok? Budavár, ó Buda. Hát ilyenkor Balaton mellett, világos? Hát menjünk el Erdélybe. Budvár, Budavár. Ezer név jön ezerszer vissza. Hát mi, egy Kovács él ebben az országban? Névként. Tehát mindennek, mert ezek tulajdonságok. Nem egy van belőle, nem kettő, hanem az élő szervezet mintájára tulajdonságkörök, csomópont rendszerei jelennek meg. És hogyha ezt tudjuk, akkor már egyáltalán hát Nyeszterfehérvár. Hagyomány szerint vagy Szent István, vagy Szent László alapította. Kint van a Kárpát-medencén kívül. Tehát visszatérve, fel vannak adva tulajdonképpen ezek a nagy kérdések, hogy mi hol lehetett, de idézem akkor Siklósi Gyula és Veres D. Csaba munkáját, 72. oldal, annyira könnyű a 72, hogy az ember valamit könnyű megjegyezni. Székesfehérvár Budával és Esztergommal egy egyforma távolságra lévő és egyenlő erejű háromszöget képez. Na most, egyforma távolságra, egyenlő erejű. A mai Buda, mai Esztergom, most minden mainak mondok, mai szé, hát van három pontom, és ez nem egy vonalon van rajta, háromszög mindenből ki fog rajzolódni, de nincs értelme beszélni róla. Mi a lényeg? Az, hogy egyforma távolságra vannak. Hát a mai, hát gondolom, érzékeljük, ez a kettő még be tudom fogni, és akkor megyek abba az irányba. És lemegyek a térképről csak azért, hogy a Velencei tó és a Balaton között mondjuk egy mai hivatalos elmélet végre kipihenje a fáradalmait, hogy jól érezze magát, történelmileg hitelesnek találja magát. Tehát vannak kérdések, tehát nem arról van szó, hogy valaki elvetemű, délibábos, romantikus, hanem van erre is adat, na de van arra is adat. És ilyenkor tűnődni kell. Hát hogyha helynevek ismétlődnek, még egy szűkebb rendszeren belül is, akkor, és vannak eszélyességi dolgok, semmi nyom nincs arra, hogy fél Dunántúlon koronázási menetek jönnek, mennek, akkor, és mi az egyszerűbb? Hát az egyszerűbb az, hogy valahogy úgy egybe legyenek a dolgok, de mindennek legyen egy tágassága, hogy ne egymást érjék.
hanem a saját funkcióján belül a saját tulajdonságát a súrlódás mentesen tudja kifejteni. És itt jutunk el Esztergomhoz. És megmondom őszintén, hogy Esztergom se olyan egyszerű dolog. Miért? Horváth István is leírja, hogy a régi Esztergom jóval nagyobb területre terjed ki. Most, ahogy kezd Esztergom növekedni, kezdi megközelíteni, de érdekes módon nem a Dunakanyarba, bár már abba az irányba is elindult, hanem itt az ipari körzetek felé, kezdi elérni a régi középkorinak a méreteit. Esztergom a magyarok fővárosa, metropolisza. Mást fogok mondani. Amikor Habsburg Miksa, és nem vagyok meggyőződve, hogy a mi fehér várunkat keresi, de egy biztos, Habsburg Miksa Mátyás halála után, ez megint annyira szeret bennünket a keresztény művelt Európa, hogy alig várja, hogy tényleg akik méltó volt arra, hogy királynak nevezzék, az igazságos, tehát Mátyás miután meghal, hát itt tényleg megváltozik az egész világ földtörténeti szempontból. Mátyás halála után 36 évre, Mohácsi tragédia, de mi történik a földnevezetű Golyóbison 1526-ban? Mi történik Indiában? Mi történik Mexikóban? És akkor a Pilis lehet édelegni, de itt a Pilis területén. Nem azt mondom, hogy egymást hegyén hátán érik a Mexikó megnevezések. Hogy? Hát jött egy mexikói zsebvadász, vagy énekes, és valószínűleg róla. Mit keres itt ilyen megnevezés? És történetesen a két bükva nyereg alatti területen, amit megint csak dobogókő oldalában, Szentlélek felé, Mexikónak neveznek. Ezt még Tiring Gusztáv idejében leírják több mint 100 évvel ezelőtt a népszerű, azóta se nagyon jelent meg jobb tájleírás és történelmi leírás a Pilisről, akkor kezdtek el turista utakat kialakítani, tehát nagy közösség számára a Pilist hozzáférhetővé, bejárhatóvá tenni. Ez az 1800-as évek vége, 1900-as évek eleje. És akkor Mexikónak hívják. Na most ilyenkor lehet déli bábos nyelvészkedni. Mert Budán vagy Pesten volt valamilyen járvány, az itteni erdész felesége megszökött a járvány elő, oda ment a, erdészházba, és ebből a megszökőből lett a Mexikó. És itt a Búbánat völgy felé a Mexikó, tehát nem egy megszökőnk van. Egyébként zseniális, Mexikó megszökő. Ez a Machu Picchu, hagyd ne mondjam, hogy... Na, szóval vannak ilyen szójátékok. De bizony nem árt tudni, és ez történelmi tény. Én a kettőt nem vonom egybe, a történelmi tény viszont történelmi tény. Akik Mexikó Tenochtitlán szentélyét történetesen 1526. augusztus 29-én, éppen azon a napon, a Mohácsi csata napján lerombolták. Ez azt jelenti, hogy egy népnek a fő szentélye. És milyen vár volt ez a Tenochtitlán? Hófehérek voltak a falak. Olyan tisztaságot, tehát Cortezék leírják, a katonák dörzsölik a szemüket, hogy álmodnak vagy ébren vannak, mert ilyet nem láttak. Miért pusztították el? Mi itt a feladat? Honnan jön ez az irtózatos pusztítókedv, rombolókedv? Hogy ő maga gyönyörködik benne, és következő elsi megsíratja, jaj, de gyönyörű, és utána úgy eltünteti, mint hogyha soha nem lehetett volna látni. Hát spanyol zsoldosok a Dunakanyarba is jártak. Nem egy országgyűlés kéri a Habsburg uralkodót, hogy idegen zsoldosokat, hát a mi Ferdinánd királyunknak el, Habsburg uralkodó Mohács után, tudni való, hogy a testvére volt 5. Károly, Habsburg 5. Károly, aki 1527-ben fegyveres sereggel megy be Rómába, és felgyújtja a Vatikánt. Ez a Sacco di Roma. Papokat kardélre hányják. Kik? Keresztények. És akkor az ember, hogy feltesz kérdést, akkor miért csodálkoznak a mai európai
országok vezetői időnként, hogy mi történik. Hát ez nem ma kezdődött, ami most megint tombolni kezd. Itt vannak végig a gyökerek, majd szünet után ezt még gyorsan tisztázni fogjuk. És tényleg, mintha a múltat akarnák eltüntetni. Mert erre nincs észszerű magyarázat. És a magyar királyoknak a levelezései római pápákkal, tehát 1526 Mohács, következő év, most ha innen nézzük, tessék az ellenkezőjét bizonyítani. Valamit, mintha el akarnának tüntetni. Fosztogatnak, rabolnak. Múltat végképp eltörölni. Ahol nyoma van, mondjuk, egy magasabb rendű múltnak. Na de, kanyarodva, tehát vissza, fehér minden, és hát ilyen úszó szigetek vannak, tudjuk, egy tóra épült. Hát kísérte, ha nem azt mondom, hogy az, de Fehérvár, Vizivár. Lehet érzékelni, hogy van valami közös tájépítészeti vagy szakrális központ kialakítási sajátosság. Nem azt mondom, hogy megfelelés, de érezni. Hát a Fehérvárak rendszere Ázsiában, erről Obrusánszky Borbála írt nem egy tanulmányt, tartott nem egy előadást, hát ott is a legtöbb szakrális központot Fehérvárnak nevezik. Tehát ez úgy vagy annak nevezi, vagy nem, de valami vagy látványszerűen is, valami tiszta, mint a legtisztább gyöngyszem, olyan fehér, hát vagy más úton, módon utal erre a névre. És hát be kell látni azt, hogy Esztergom se adja meg ám olyan könnyen magát. Mert a mai Várhegyre Esztergom történelmét nem lehet rávetíteni. De még a környezetére sem. Hát említettem, hogy a Búbánat völgye, dobogók, a Szamárhegy, hideglelős kereszt, tehát befelé legalább annyi, a túloldalon a Helenba-Burda hegyvonat. Nézzük meg, hogy a túloldalon, mint egy irtózatos erődítmény várfal, most már nem hozzánk tartozik. Lehet érezni, hogy a Duna szoros, az gyakorlatilag mind a két oldalról hegyek védik. De erődítmény jellegű hegyek. Hát a túloldalon, hát ami egy folyó túl, a Budapestre gondolunk, Komáromra gondolunk, Párizsra gondolunk, bármire, hát az oda tartozik. 1920 óta úgy nézünk a túloldalra, hogy nem vesszük észre, ez egyetlen egy rendszer. Nem csak a Szent Mihály hegy tartozik ide. Hát ha ott húzták volna meg a határt, valószínűleg valahogy itt tudat alatt nem kapcsolnánk ide. Na most ez a Burda itt Esztergomnál a túloldalon, az az elképesztő sziklafal. Nézzük meg. Hát oda érdemes lenne úgymond terepbe járásokat szervezni. És onnan megnézni az innenső oldalt. Védelmi szempontból tökéletesen a Vaskapura rímel rá. És a Szamárhegyre. Na de vissza kanyarodva, bizony gond van. Miért van gond? Mert ha most felmegyünk a Várhegyre, látjuk, hogy tulajdonképpen a bazilika a szinte a kellős közepét teljes egészében lefedi. Egyetlen egy épület tulajdonképpen kitölti a Várhegy tetejét. És még ezt is meg lehet egyébként magyarázni. De mégis azt kell mondani, még ha a Szent Tamás hegyet is ide veszem, gondolom tudjuk, hogy ez mit jelent. Stratégiai szempontból meg ilyet nem lehet tudatosan létrehozni, hogy úgy van két várhegyem egymás mellett, hogyha az egyiket elfoglalja az ellenség, hát amire török háborúk idején azért nagy valószínűség volt, hogyha mi visszafoglaljuk, ők elfoglalják, hát mindenki tudja, hol volt az esztergomi, nem is hegy, ez domb. Ennek hol volt a gyenge pontja? Hát a Tamáshegy. Hát nem fognak itt bíbelődni, mert az azért amennyire kicsi, annyira erős. Tehát kicsit megkerülük a tájat, valahol ott a Sípolóhegy tájékán a Vaskapu lejövő gerencnél szépen feljövünk, és már először így lövünk be a Tamáshegyre, szétlőttük, oda bemennek, és utána átlőnek a várba. Érezni lehet, hogy ezt védelmileg soha nem lehetett ilyen. Egy napig se. Tehát ami nekünk megmarad, mondjuk akár
valóságos metszet meg háborús leírásokból is. Üvölt, hogy ilyen nincs. Ilyen nincs. Hát csúzlival belövünk a Tamáshegyről, Szent Tamáshegyről. Ez körülbelül olyan, felmegyünk a visegrádi várba, de nem oda megyünk a nagy villámra. Mit látok? Ahol most egy kilátó van. Ugyanaz a jelenség. És végig Visegrádnál is nagy villámtól, be egészen a Borjúfő irányba, befelé tekintő egy. Végig erődítmények nyomai vannak. Csak teljes egészében lecsupaszítva. Ezek rendszerek voltak. Mára egy-egy pontjuk maradt meg. És úgy tűnik, hogy Esztergomnak ez a kis gyöngyszeme maradt meg, mert ez egy gyöngyszem lehetett. De egyedül ez a Szent Tamás hegyel sem tudott volna megállni. Hát logikátlan. Hát nem is lehet kilátni onnan, miért. Hát mert minden hegy tényleg hegy, ha megyünk befelé. Tehát a legalacsonyabb dombocska a mai várdom, talán a Szent Tamás hegy vetekszik ezzel az alacsonysággal. Tehát bárhova felmegyünk, mindegyik magasabb lesz. Magyarul lehetetlen. Hát van esztergomi kanonok, van esztergomi érsek, esztergomi Szent István lovagrend, akkor ráadásul királyi központ is. Tehát itt a központi várhegynek is olyannak kellett lennie, hogy ennyi mindent magába kellett fogadnia. Miért? Mert ha vissza kell húzódni, akkor nyilván, ha valami lent van mondjuk a Szent György mezőn, vagy lent van a vízivárosban, mindenki oda megy. Na de egyszer csak hogy járnak azok, akik tényleg a tényleges irány, és mi hova megyünk? Hol a mi helyünk? Hát gyakorlatilag össze vagyunk zsúfolva. Nem nagy az a terület. Arról nem beszél, vagy gondolom tudjuk, hogy a bazilika építése mit eredményezett. 10-12 métert levágtak a hegy tetejéből, ami azt jelenti, hogy a középkori építményeket alapjaiban szedték ki. És ma, hogy megvan az oroszlános szentély, az esztergomi várkápolna, egy dolognak köszönhető, hogy az oldal szárnyait a bazilika építményeinek nem építették meg. Állítólag az akkori gazdálkodásból nem futotta, de hála Isten. És azért van az a rámpa ott előtte az autóparkoló, mert az a hegynek a teteje. Hát ez minden irányból gyakorlatilag egy körbejárható hegy volt. Tehát ott feltöltötték. Tehát vissza, kanyarodva, innentől lesz izgalmas az, és akkor mindjárt jön a szünet, de ezen végigfutunk. És akkor legalább ezzel a részével végeztünk, és akkor a második részben már tényleg az a terület jön, ami a sorskérdéseket faggatja, hogy szakrális szempontból Esztergom miről volt nevezetes. Már jelzem, Szent István előtt, ez csak azért, hogyha valaki el akar menni, tudja, hogy miről marad le. Tehát, Esztergom. Szent Adalbert legendájából idézek. Arra a helyre ment, amely egész Magyarországnak szék és fővárosa. Tehát ez mit jelent? Megint csak Szent István előtt vagyunk. Tehát ez, hogy Szent István a államalapító. Annyi minden kötődik a nevéhez. Miért nem azt hangsúlyozzuk? Mert ez jól hangzik. Mi Árpád nem egy államnak volt az élén, vagy maga Géza, vagy korábban Taksony kettőjük között. Tehát ezek nagyon veszélyes, szó szerint butított programok, amelyek butítanak. Számítógépes világon belül a butított program. Jól hangzik, nem kell gondolkodni, rendben van. Tehát arra a helyre ment, amely egész Magyarországnak szék és fővárosa. Itt pedig egy nagyon becsült bálvány állt, amelyből gyakorta szellemek szava szólalt. Ennek látására, hallására, imádására az időben sokan sereglettek össze. Majd Adalbert, hát ez szentek legendájában így van, megmutatja, hogy ő. És akkor, hát amit nem nagyon lehet elképzelni, hogy a bálvány papjainak szeme láttára felgyújtja, megsemmisíti ezt a látványt. És képzeljük el az ide zarándokló sokaságot. Tehát ez legendában elmegy, valójában valószínűleg nem. Ehhez képest Szent Adalbertnek Magyarországon soha egy hajszála nem görbül meg, Prága püspöke volt. Poroszok gyilkolják meg, pogány poroszok. Tehát ezeket úgy jegyezzük meg, hogy ki, hol, mikor.
hal mártír halált, mert nálunk Szent Gellértet leszámítva, gondolom, vettük észre, remélem észrevettük, senki nem halt meg. Akkor itt valami nem stimmel esetleg? És Szent Gellért se térítés közben halt meg. És amikor Gellért Magyarországra jön, vannak püspökségek. Szent István azt mondja neki, hogy tiéd lesz, mert a Szentföldre készül Gellért, csak valami miatt eljut ide Esztergomba, fogadja őt Szent István, és látja benne a talentumot. Ez egy fontos ember, tényleg az. De még most ne ijedjünk meg, éretlen a feladatra, honnan tudjuk. Szent István azt mondja, hogy 7 évig neked most el kell vonulni, remete életet élni. Ezt tudjuk, hogy mit jelent? Majd 7 év múlva gyere vissza. És akkor tiéd lesz a csanádi püspökség. Nem Gellért alapította a magyar püspökségeket. Nálunk kiérett egyházi szervezet van már Gellért ideérkezésénél. Ő a vataféle pogánylázadás idején hal meg. Amikor hát érthető az indulat Orszóló Péter rémuralma következtében, mert Orszóló Péter tényleg idegenekkel töltött meg mindent. És szegény Gellért még akkor se tudott magyarul. Tehát erre szokták azt mondani, hogy ebben a felfordulásban, tehát nem azért, mert a kereszténységet térítette, hanem azért, mert sokkal inkább azon az oldalon állt, amely még csak nem is Abba király oldala volt. Hanem sajnos azt kell mondani, hogy nem akarom tovább folytatni, hogy milyen érdekek mentén. És a, úgymond egy harag elsöpri. Ettől ő szent, kiváló ember, latinra nyilván ő tanította Szent Imrét, tehát ezek vitathatatlan dolgok, és látnok. Na de nem térítő. Tehát nem az okozza. És akkor hogy itt nincs ilyen? Hát úgy, hogy Magyarországon nem így történt a kereszténységre való átállás. Legfeljebb Koppányig eljutnak, mi már az augusztus 20-ai világunkhoz, 80-as évek óta az is hozzátartozik. Ki van pipálva? Államalapító egyik oldalról, pogányok legyőzője másik oldalról. Hát szegény Koppány is értetlenkedik, hogy hogy lehet az hazafiak, hogy Koppány nevű püspökökkel van tele a magyar katolikus egyház. Csak nem gondoljátok, lázadó pogány vezérből lesz Koppány püspök. Tehát mi vataféle pogány lázadás, vataféle pogány lázadás. Tehát minél inkább eltávolodunk a múltból, kiragadott, könnyen dramatizálható dolgok. Miért? Mert az egy Koppány nevében cseng a múlt. Az egy erő, lehet érzékelni. Na de attól még nem úgy történt. És megsértődünk, ha hamis történelmet adagolnak nekünk, és észre se veszük, saját magunk lapátoljuk. Éjjel-nappal, ahogy tetszik. Szíriuszról, Atlantiszról, pogányostól. Bárhonnan. Csak ne legyen igaz. És legyen rajta egy kis piros-fehér-zöld vasni. Hát akkor elfogyasztjuk. Ismerjük ezeket a fogyasztói társadalom vonatkozására. Tehát a múlt, én nem azt mondom, hogy így van, de vannak szempontok, amiket figyelembe kell venni. És ezek a szempontok viszont makacs szempontok. És előbb az igazságot kell keresni. Magyar népmesékben általában az szerepel, aki nem hiszi, járjon utána. Tessék már tényleg utána nézni. Felnőtt emberek vagyunk. Valaki mondja meg nekem. Hát valaki, bárki megmondja neked. Aztán 20 évig nézheted magad. Tehát ez egy felnőtt emberhez nem méltó hozzáállás. Igenis, ténylegesen nem úgy, hogy ez az elmélet, vagy az az elmélet, ahogy mondani szokták, meg kell vizsgálni dolgokat. Meg kell nézni dolgokat, ki kell tapasztalni dolgokat. Megmondom őszintén, most megint egy személyes rész következik, hogy az én történelem szemléletemet alapvető módon a Pilissel való ismerkedés határozta meg. Mert valaki járja a pilisi történelmi tájakat, hát ezek a mesék, amiket nekünk napon elképzelhetetlen. Szerintem, hogy ne szórakozzatok már. Hát akinek ilyen tájmúltja van, csak nem gondolt, hogy ezzel a hangyabanda történelmi fikcióval,
Hát ahogy nekünk a múltunkat modellezik, egy nép, egy ország egy napig nem tudna megmaradni. Képzeljük el, mi 1000 éven keresztül tudathasadásosak vagyunk. Hunyadi János kezében remeg a kard, hogy Szent István kiírtott, de itt vagyok, pogánynak születtem, de keresztény vagyok. Nem tűnik fel, hogy ezeknek nem volt identitászavaruk? Még csak véletlenül sem tűnik fel. És Szent László, Szög nevű tátos lován, ahogy a néphagyomány tartja. Tehát úgy érzékelni kell, hogy nagyon nagy baj van itt. Hát nem véletlenül jutottunk el oda, hogy az összes körülöttünk lévő ország átalakulhatott, területeket kaphatott 1990 után. Melyik országnak volt tilos? Nem is igényelte. Föl se fogta. Te nem emlékszem, mert egyedül Csurka István szólalt fel az országházban, szó szerint lesöpört. Hogy lehet ilyet mondani? Hát gyerekek, lehet, hogy ő nem udvariasan mondta, na de elnézést. Hát megszűntek országok, világos. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy lejártak a szerződéseknek. Azon passzusai. Tehát nem azt mondom, hogy mindent vissza, na de azért valami. Hát azért álljon meg már a menet. Semmi. És ez nem azt jelenti, hogy tényleg kellene, mert tényleg most sok minden történhetne. De ezek nagyon szépen jelzik, hogy mintha itt mindenki mindenről lemondott volna. Csak a médiában legyen meg egy kis piros-fehér-zöld. Ja, meg legyen miért izgulni. Ja, és egy vírus legyen már valóságosabb, mint az Isten. Világos? Szóval végül is azért lehet érzékeny egy történelmi időnek hősei vannak. Itt történelmi időnek nagyságrendje van. És hogyha nincs meg egy megfelelő nagyságrend, ezt ugyan már 19. században síratják a magyar költők, a magyar jövő, törpekor, meg egyáltalán mi lesz. De legalább tanulnunk kellene, hogy érzékeljük, hogy hát azért itt lehetne mihez igazodni, most tényleg nagyon jó értelemben. És ezen az oldal ide-oda csapkodunk, hogy most hol lehetett a központ, most kinek van igaza. Ezek mind fontos kérdések, de ilyen oldalirányú szinten sehova nem vezetnek. Miért? Mert mindenkinek saját magában kellene kérdéseket megoldani. Miért? Mert ez jelenteni azt, hogy meg tud oldani életfeladatokat. Ha nem tudja megoldani, akkor milyen életfeladatot old meg? Jó, nem mindig minden szintnek kell egy időben jelen lenni egy ember életében, de mégiscsak figyelni kellene. Tehát rövidre zárva a dolgot, Esztergomban van egy bálvány. Ennek a bálványnak mi a titka? Az, hogy a jövőt tárja fel, és zarándokolnak hozzá. Na, itt lesz majd a szünet után, látjuk a folytatást, milyen érdekes. Esztergomnak ez a funkciója, hogy tulajdonképpen a magyar sorsnak egyfajta látóhelye, most néphagyomány nyelvén szólva, ez végigmegy a középkoron. És az utolsó nagy fénykorszakban, Mátyás király idején, Vitéz János esztergomi érsekség idején, pedig hát gyakorlatilag lavinaként indul, hogy itt lehet megfogalmazni, miért, mert Bonfini írja többek között erről a helyre az, hogy valóban elmélkedésre és bölcsességre alkalmas hely. És az elmélkedés és a bölcsesség vezet oda, hogy egy nép jövőjét akár 1500 évre, egy adott helyről, mondjuk ebből az időből mi pár száz évre előre meg tudjuk látni. De visszakanyarodok tehát az esztergomi helyrajzi kérdésekhez, és kiderül, hogy vannak gondok. De ez már hozzászoktunk. Szobieszki János lengyel király, ő szabadítja fel 1683-ban, hogyha jól emlékszem, Esztergomot, szobra is áll. Lengyel király, nem akárkiről van szó. Figyeljük meg, hogy mit ír. És közben menjünk fel gondolatban, induljunk el a vaskapu irányába. Gondolatban. És látom, hogy azt is lehet látni, hogyha valaki bazilika előtti lépcsőn az okniát húzza. Tehát figyeljünk, hogy mit mond Szobieszki János. Esztergom Magyarország érsekeinek ősi székhelye.
a meredek sziklán álló vár, melybe emberi szem nem tekinthet be. Mondom én, tehát gondolom jól hallottuk. Emberi szem nem tekinthet be. Hol állt a vár? Várrendszer van. És ha még nem is nagyon keresgélünk a vaskapu, hát lehet látni mai állapotában is szabályos csomópontok rendszere, és jön le a Dunapartra. És hogy hullámzik le a gerinc, lehet látni, hogy az, ahol most mi az egyetlen egy várhegynek, domnak tartjuk az esztergomi várhegyet, ez tényleg a leggyönyörűbb gyöngyszem lehetett, ami szépen így lelép a Dunapartra. Na de honnan jön? Hát egy úton föl tudok menni a vaskapura. És végig, hát végig robbantott sziklák. Tehát nem arról van szó, hogy természetes szikla. Lehet látni a robbantás nyomait. Végig megy. Tehát Esztergom Magyarország érsekeinek ősi székhelye. Meredek sziklán álló vár, melybe emberi szem nem tekinthet be. Nem csak Magyarországnak, de Görögországnak és egyéb hatalmas tartományoknak a kulcsa. Jegyezzük meg, ez nem a mai foglalkozásnak, de gyakorlatilag mindenki a középkorban úgy tartotta, hogy egy európai, vagy az akkori ismert világ, amiben Észak-Afrika, Földközi-tenger medencéje, Kis-Ázsia, Elő-Ázsia, Belső-Ázsia még messze bele tartozik, tulajdonképpen van egy szakrális gócpontja. És ez mindennek a kulcsa. Tehát Sobieski János a Föld más tartományainak is a kulcsa. Esztergom. És hozzáteszem azt, amit Evlia Cselebi diplomata és utazó ír, rá még sokat fogok hivatkozni, következőt írja. Ő Zrínyi Miklósnak, vagy első a Habsburg-Lipótnak volt a kortárs 1600-as évek derekán. Keresztény nemzeteknél az isztambuli pátriárka után harmadiknak számított érsek lakott itt. Mi az esztergomi érsek? Nem a futottak még kategória, hanem egész keresztény világban. A harmadik legfőbb méltóság. Akkor legyen, én most nagy lelkű leszek, ugyanis isztambuli pátriárka, azt gondolom tudjuk, az isztambuli pátriárka még csak nem is magát, hanem a konstantinápolyi pátriárka, cezaropapizmus volt, tehát úgy nem tévesztendő össze a mi apostol királyi rangunkkal, de nem árt tudni, magyar királynak, apostol királynak római pápa nem a közvetlen fölöttese. Még csak véletlenül sem. Apostol király. Tehát ez azt jelenti, hogy ő apostol a magyar király. Apostolt nem szoktak téríteni. Az apostol szokott téríteni. Világos? És ezért van az, hogy augusztus 20-án, annyiszor említem, hogy már várni fogjuk, nem nagyon beszélnek arról. Hát nem igényli egy keresztény közösség, hogy mondják már el neki, hogy abet jár mindenit. Ki volt ez a Szent István meg az utódai? Mi ez az apostol királyi rang? Hát akkor nem árt tudni. Ő nevez ki püspököt, ő alapít egyházmegyét, soroljam a példákat. Saját országában viszonylag legnagyobb önállósággal, függetlenséggel rendelkezik. Ez mai szó használattal még csak nem is nemzeti egyházat fog jelenteni. Miért? Mert 2000 éven keresztül soha apostoli királyi rangban magyar királyon kívül senki nincs a világtörténelemben. Akkor hogy térítenek minket? Tehát mi elfelejtjük, hogy Mohács után három része szakad az ország. Elfelejtjük, hogy sok száz éven keresztül idegen dinasztia van. Elfelejtjük, hogy hát Trianon, ahogy Rafai Ernő mondani szokta, elnézést, ma is ugyanúgy csinálják. Világos. Mi valahogy nem is tudom, hogy hogy képzeljük a múltunkat. Csak úgy kellene körültekinteni, hogy közben meg egyre kevesebb lehetőség van. Miért? Privatizáció. Hát jártunk olyan távoli országokba, hogy nem is nevezem meg őket. Elmondják a helybéliek, lenne Ikarusz busz, és 10-szer drágábban adnák, ők azt vennék. Világos? Nem tűnik fel, hogy nincs semmi? Önállóság? Soha nem voltunk ilyen erősek?
1920 óta. Elképesztő. Ringatjuk magunkat. Hinta, palinta. 4 évenként. És akkor 4 évenként lehet szorongani. Nehogy kiessen a gyerek a hintából, mert megüti magát. Tehát visszakanyarodva, következő, Szulejmán szultán. Így haladtam, 1543. Így haladtam Iszturgum nevű igen erős vár felé, amely magas hegyen épült. Ne felejtsük el, magas hegyen épült. Minden hegy a környéken magasabb. Világos? Tehát akkor nem azt mondom magas hegyek sorozatában, hogy a legalacsonyabbra, a Dunaparton, hogy hú, de magas hegyre épült. És akkor nézek körül, és mindegyik pár száz méterrel magasabb. Magas hegyre épült. Várrendszer. Nehezen megközelíthető. Hát Horváth István is leírja, meg 1000 forrás, hogy végig a Dunaparton, Szentgyörgy mező, hát milyen vastag várfal maradványok jönnek, mennek. Hát leírják török források, hogy tényleg ilyen metropolis, ilyen nagy világváros nagyságrendű terület, mint egy erődítmény. Hát eleve van város, város részek. Na most, ha baj van, most képzeljük el, hogy tele vagyunk város részekkel. Mind felszalad erre a kis dombra. Hol fognak lakni? Egyáltalán. Tehát itt nem arról van szó, hogy, mert sokszor mondtam, hogy most kérdések vannak. Van ilyen adat is, és el kell gondolkodni dolgokon. Nem pedig egyből mindent lesöpörni az asztalról. Tehát az nem úgy van, mert mint tudjuk. Tehát, amelynek tornyai az égig érnek, bástyái, most figyeljünk, hegyhez hasonlók. Na ez a lényeg, ezért olvas. Bástyái, na most gondolom, nem nehéz kitalálni, egy hadvezér padisa, ő tényleg nem volt tehetségtelen, ennél több jót nem fogok róla mondani. Magyarság szempontjából meg kifejezetten nem a barátunknak számított. De hadjáraton vagyunk. Milyenek a hegyhez hasonló bástyák? Hát bástya az mikor hegyhez hasonló? Ha rendszerek vannak, tömbök vannak. De a kedvencem most jön, Dzselalzade Mustafa, aki hát bevonul a Szulejmán szultánnal a Esztergomba. Következőt írja. Uszturgum vára Kaf hegyhez hasonló magas hegyen épült. Tehát gondolom érzékeljük. Jönnek vissza. Szobieszki János mit mond? Olyan a vár, amiben emberi szem nem tud betekinteni. Nincs az a magaslat, hogy én betekintsek. Tehát fel van adva a rejtény. Vaskupola lezárta hermetikusan, elhúzza a függönyt, és bent mosolyog. Hát itt hangsúlyozom, végig olyanok a domborzati viszonyok, bárhonnan bele, kicsit feljebb megyek már, akármilyen magas a fal, be fogok nézni. Tehát, a Kafhegy pedig egy varázslatos, ez az iszlám perzsa mitológiában, ez a világ végén a világhegye. De akkor gondolom, tudjuk, világhegy. Tehát ez mit jelent? A világhegynél nagyobb hegy nincs. Tehát egy muzulmán mitológiában azt mondja, Kaf-hegyhez hasonlítható. Hát akkor azért úgy el kell tűnődni, mert néhány várat már, ahogy jönnek végig a Balkánon, tele van a balkáni hegyvidék hegyi várakkal. Tehát ilyet nem nagy. Mindig cifráznak, ismerjük, tehát a szóvirágok mindig jönnek, na de makacs módon tér vissza valami, hogy ez magas. Tehát egy rendszeren belül nem a legalacsonyabb, az csak egy része, hanem egy rendszeren belül, mint egy igazi nagy várrendszeren belül, kell lenni egy fellegvárnak. Tehát ez nem tud fellegvárként funkcionálni. Ez egy reprezentatív hely. Tehát ez azt jelenti, hogy végeredményben ez lehetett az a szakrális gyöngyszem, ahova nem azt mondom, hogy néhányan, mert másokat nem engedünk be, de tényleg királyi palota, tényleg bölcselkedése, elmélyedése alkalmas hely, de fellegvárnak semmi esetre sem.
azonosítható. Nehezen megközelíthető vár. Tehát híres, páratlan város, és nehezen megközelíthető vár. Szaturnusz egéig érő szilárd alapokra épített, Szaturnusz egéig. Hát itt örülnék, hogyha ezek a források nem jelölik meg, hogy a melyik nevét használja, mert ezek nyilván arabul írtak, tehát hogy a Szaturnuszt hogyan nevezi meg. De a Szaturnusz, azt gondolom, tudjuk a hét bolygórendszeren belül. Tovább nem látunk. Tehát ő a küszöbőre. Tehát megint Kaf-hegy, világhegy, nagyon magas, és a másik pedig, hát az utolsó szabad szemmel látható bolygó, a Szaturnusz, amit mozgásában, hét bolygórendszeren belül látni lehet. Az, hogy 100 évenként az Uránuszt valaki látja, hát elnézést, nemzedékről nemzedékre nem látja. Tehát végülis ez a hét bolygórendszer nem véletlenül ilyen masszív módon alakult ki, és a Szaturnusz az a küszöbőre, a határőre, a határura. Tehát onnantól már csak kifelé. Láthatatlan tartományok veszik kezdetüket. Szaturnusz egéig érő szilárd alapokra épített templomok és kolostorok vannak benne. Gondolom, tudjuk, egyet se a török épített. Szerintem mindenki tudja. És sajnos Evlia Cselebit nem fogom felolvasni, 1600-as években. Drága köves márványpadlók, mozaik padlók, aranyszobrok, már bánom, hogy nem hoztam magammal, de bármilyen könyvtárból vagy antikváriumból megrendelhető Evlia Cselebi török világutazó leírása magyarországi várakról. Nem pont ez a címe, de így fogjuk megtalálni. Tehát 1660-as években még vannak arany és keserű a pirula, bálványszobrok. Hát számára egy Szent Péter szobor, egy Jézus Krisztus szobor milyen szobor? Bálványszobor. Ezeket jegyezzük meg, de egy református is, ha rossz kedve van, mit fog mondani? Szűz Mária képe előtt való imádkozás, szobor előtt való imádkozás, mit mondana? Hát bálványimád. Keresztény keresztényre. Tehát érzékelni kell, hogy odáig jutott a keresztény világ, a mi világunk, hogy végeredmény magamat is beleértve, hát amikor valaki nekem görögkeleti papként elmesélte, hogy milyen egy szertartás, hát az ember már megevett egy-két ilyen kőlevest, vagy hasonló dolgot, de egyszerűen nem ismerjük. Alapvető dolgokat nem ismerünk. És közben nézzük a tévét. És védjük a mentét, meg a mundért, meg minden. Mit, ha nem is ismerjük? Nem is tudjuk, hogy hol vannak a választóvonalak, mi az, hogy unitárius? Hát unitárius volt László Gyula is többek között. És ez mit jelent itt ebben az esetben az egyisten? Hát Benedek pápa nem egyszer nyilatkozta, soha sok isten hit nem létezett az emberiség körében. Miért? Hát sok istennek gondolnak, egy isten megszemélyesítése, emanáció tulajdonságainak kivetülése. Gondoljuk végig ezeket. Csak hát nem úgy teltek el az évszázadok. És például egy ilyen ágazaton belül, a kereszténységen belül nem ismeri el a hármasságot. Tehát Jézus Krisztus az egy magas rendű, tiszteletre méltó, az emberi tökéletesség, de nem Isten fiú. Nem isteni rangban. Milyen vallás ez? Unitárius. Keresztény? Hát szóval, hogy érthető legyen. Mondani szokták, hogy virágos réten annyi virág virágzik. Na de a virágoknak az a feladata, hogy egy összhangzatos világképet alakítsanak neki. És ha az egyik virág nem tud a másik virágról, tehát ide jutottunk. És ma az információnak a korában, hát én emlékszem 80-as években, valahol volt valamilyen esemény, nem volt internet. Olyan, hogy sokszorosítottak volna, hát az már szinte bűncselekménynek, államhatalom, állam megdöntésére kísérő szervezkedésnek számított. Hogy lehetséges, az volt valahol egy kiállítás. Az egész, hogy mondjam, százak, ezrek egyből megjelentek. Ma nem tudnak hasonló érdeklődésű emberek csodák, jé, volt ilyen. Teljes járatok, szeparált járatok alakultak, virtuális, online, digitális diktatúra.
Szinte mindenki már észre se veszi, de már egy csatornára van ráállítva. És azt hiszük, hogy fickándozunk. Tényleg döbbenet. Információ korszak. Nincsenek információink, egymásról sincsenek. Miért? Mert nem onnan kell szerezni. Hát tényleg itt, ahogy ember szívtől szívnik. Más megoldás amúgy sem nagyon lesz. Tehát végül is szaladok tovább. Egy bámulatra méltó templom van benne, amelynek falai színes márványból vannak kifaragva, csodálatos képekkel, aranybálványokkal van ékesítve. Ez a híres szép templom lehetett nagy valószínűség szerint, ez a piros templom. Erről mondta Nagy Lajos magyar király, hát megkockáztatom, hogy ez a keresztény építészeten belül, hát ilyet van, hogy a legszebb, mert nem lát, nem tudjuk. De ez messze földön a gyönyörű templomnak számított. Hát eleve szép templom. És Nagy Lajos magyar király, hát aki nem egyszer járt itt Esztergomba, ezt írja róla. Vagyis mondja róla. Csak legyegyezték. Piros fénnyel tündököl, mint piros rózsa a fehér liliomok között. Na ez volt a híres. Ez nem Szent Adalbert templom volt, ez Nagy Boldogasszonynak szentelt templom, amit aztán valahogy úgy állandóan Adalbertsége jön elő, de gondolom tudjuk, nem egy templomnak több titulusa van, de nyilván a legnagyobb, hát nyilván egy Nagy Boldogasszony templom néven kellene inkább hangsúlyozni. Csodálatos képekkel, aranybálványokkal van ékesítve. Aranybálványokkal, nem aranyozott szobrok, mert az egy máska, arany, aranybálványok. Mivel a várban rendkívüli magassága miatt, gondolom észrevettünk megint egy, mivel a várban rendkívüli magassága miatt, tehát Dzselázade Mustafa Szulejmán szultánnal 1543. augusztusában éppen ott tartózkodik, és leírja a várat. És mit mond? Rendkívüli magassága miatt. Tehát rendkívüli magassága miatt. És akkor gondolom tudjuk, hogy nem messze van Visegrád, ami háromszor, négyszer magasabban. És érdekes módon nem Visegrádot tornázzák. Elmondják, hogy a bástyái a felhőkbe ér, tehát vannak ilyenek, Túróczi János kronikájában is. De a par excellence magas vár, amiben nem lehet benézni, amiben ember halandó nem tekint be, Esztergom. És jön vissza a forrásokba. Tehát, mivel a várban rendkívüli magassága miatt nincs víz, az ügyes mérnökök, ezek gondolom tudjuk, ezek hazai mérnökök voltak, minden művészetüket felhasználva egy csodálatos művet találtak ki és létesítettek, amely elveszi az ember eszét. Tehát nem tudja a török, hogy hogyan működik, hát nyilván a Duna vizét valahogy fel kell a fellegvár, hogy mindez hogyan működik. És végül ez a kegyelemdöfés és jön a szünet. Miután a gyönyörű palotát, amely a paradicsom palotájának mintaképe, na ez nagyon lényeges. Miért? Mert ez már hitbeli kérdéseket feszeget. Tehát tulajdonképpen a kék mecset mondjuk Isztambulban még nem épült fel. De miről van szó? Nem egy általuk épített mecset a paradicsom palotájának mintaképe, ami ott van az úgynevezett mennyeknek a paradicsomi országába, hanem esztergomi palota. Na most ezeken érdemes ám eltűnődni, mert ezek az emberek jártak Baalbekben, Csontvári meg is festi, gízai piramist is látták, és többek között, tehát ilyen ókorból megmaradt elképesztő monumentális régészeti emlékeket, és például Szulejmán szultánról is elmondják, ők maguk mondják el. Megáll a Dunaparton a szultán, ez Buda alatt van, és 6 vagy 8 teljes órán keresztül nézi a várat. Egy lépést nem tesz mi, mert olyan látvány. És könyörög, hogy bárcsak a dzsínek ezt az egész lebegő földön túli elképesztő gyönyörű, nem tudják mihez hasonlítani. Például Evlia Cselebi leírja a magyar királyi palotát, és nem fogjuk elhinni, hát annyiszor mondtam ilyet, de azt mondja, leginkább talán kínai palotákra emlékeztet. Nézzük meg, hol van kínai.
Most akkor milyen Nyugat-Európához való felzárkózás? Hát nem egy hortobágyon egy pásztor, akinek leszármazottai dacolnak a Szent Istváni térítőkkel. Van egy óriási nagy probléma. Az úgynevezett keresztény kori építészeti emlékek nem vezethetők le se Bizánc irányából se, se Nyugat-Európa egyetlen egy tényleg kultúrközpontnak nevezhető területéről sem. Hanem aki látja, mit mond, ilyet sehol nem látni. Keleten sincs párja. Véletlenül olyan nem merül föl, hogy népbe is van önállóság. Hát melyikünk szereti azt, hogy valaki állandóan beleszól, és hagyd ne mondjam, így, na, szóval így udvarba szokott házat őrizni, hogy állandóan mondja. Hát a magyar nép mindig arról volt nevezetes, hogy szabad volt, nemes és független. Hogy gondoljuk, hogy jön néhány? Ja, nem baj, hát koppány. És akkor elsíratjuk. És akkor nem áll össze, hogy onnantól kezdve meg, hogy lehet, hogy a magyar nép mindig fegyverrel minden nyugatról jövő támadást el tud hárítani. Ja, mert megzavarodott. De azt se tudja, hogy pogány vagy keresztény. Hát bennünket Szent Istvántól kezdenek el minden évben. Szinte ez nyilvántúlzás megtámadni nem tűnik föl. Szent István 1030-ban már Konrád német római császár támadó seregeit legyőzi, és a határokat a melki apátságig tolja ki, világos? Hogy érted? Miért nem ezt tanuljuk? Egy Badinyi Jós Ferenc, akit ismertem és szerettem és becsülök, miért nem ezekről írt? Hát mert ilyenek lettünk sajnos. Tehát ami nem illik bele a saját felvetésbe, azt nem publikáljuk. És ha a legjobbjaink ilyenek, akkor mire lehet itt egyébként számítani? Tehát most nem azért mondom, hogy bárkit is leszóljunk, de szokjunk hozzá. Egymást abban kell követni, amiben valaki éppen a legjobb. Ha éppen ő tud a legjobban szavalni, attól még lehet ő olyan nem tudom milyen, hogy abban nem fogom követni. És szokjunk már végre ahhoz hozzá, hogy emberek vagyunk. Tehát ez mit jelent? Mindig meg kell nézni, hogy ő miben, mint a kaláka rendszer. Hát aki a gerenda építészetben volt nagy, az nem volt azonos a vályogvetővel. Tehát ha valaki valamihez ért, az nem azt jelenti, hogy mindenhez ért. És mi általában valakit megkedvelünk egy jó elmélet miatt, onnantól kezdve bármit mondhat. Így mennek utána. Hova, minek? Tehát mindenkit abban kell követni, amiben követhető. De ez mondjuk egy alapszabály. A jó tulajdonságok, a valóban építő felvetések. És mindig meg kell vizsgálni, hogy egy új elmélet bekerülésével, ha elfogadj, beépítjük, akkor ezzel tulajdonképpen tényleg többet kaptunk, valóban épített? Vagy még azt is le kell rombolni, ami eddig jó volt? Mert most már ilyen elméletek vannak piros-fehér-zöld színekbe, és nincs kontinuitás. Tehát bármennyire hihetetlen, itt tényleg gondok vannak, amelyek hát a társadalmi tünet együttesbe is időnként megjelennek. Tehát, miután a gyönyörű palotát, mely a paradicsom palotájának mintaképe, és ablakaiból letekintve a földgömb csak egy porszemnek látszik. Dzselázade Mustafa 1543. Na most, megmondom őszintén, én itt úgy letettem a előadás végét jelző szünet kiíró táblát, hogy nem lesz szünet, de azért lesz, ne jegyünk meg. Tehát miről van szó? Földgömb, csak egy porszemnek látszik. Tehát ez mit jelent? Egy palotában vagyunk. A Várhegy tetején van egy palota, és földgömb, látóhatár, hát innen. Hát gyönyörű minden, meg a kilátás a Dunára nyugati irányba, meg ameddig engedi a szem. De ez a fajta, úgymond teljes, hát vannak egyébként olyan helyek, hogy érzi az ember, például a Tokaji-hegy oldalában,
keresgélünk, ott, ahogy éppen az Alföld irányába a hegy így szinte így szírtszerűen leszakad, hát olyan szférikus látvány jön ott elő, na most legalább egy ilyen látványélményt kell megtalálni. Hogy hol van az, ahol ezek az adottságok jönnek. Emberi szem nem lát be. Nagyon magas. Ugyanakkor a földgömb egy ilyen porszemnek látszik. Szünet.